Sziasztok! Megint én vagyok az, és nagyon jó tudjátok, hogy ilyenkor jön az esti mese. Gondolom nem kell már elmondanom senkinek, hogy milyen fontos, tudjátok, kézmosás, akár szappannal is, de alaposan el kell számolni húszig magadba, és folyamatosan dörzsölgetni a kezedet, az újat végeit is, mindent. És természetesen a fogmosásról se feledkezzetek el este. Remélem mindenki pizsamában van, András és Anna is. Ha jó számolom, akkor szombat, vasárnap, főked, főked, Még négy nap, és az ötödik napon mehetek, mehetek végre hozzájuk haza, de addig is szóljon itt nekik ez a kis esti mese, és minden gyereknek, aki hisz a mesékben, mert a mesék igazak. Nagyon érdekes mese lesz ez a mai is, még mindig a 77 Magyar Népmese című könyvből dolgozunk, ez most már itt a hú, kilencedik talán. Na nagyon figyeljetek, következik az a mese, melynek az a címe, hogy a kecskepásztor fia. Puh, nagyon kemény. Na figyeljetek! Volt egyszer, hol nem volt, hetet hét országon túl volt egy kecskepásztor. Annak a kecskepásztornak volt egy fia. Az a fiú a kecskékkel egy hegyoldalban volt, ott legeltette a kecskéket az oldalban. Hányát feküdt, még el is szenderedett. Hát ahogy elszenderedett, egyszer csak megnyílik előtte egy ajtó. Ő meg fel kell fektéből, megnézi, miféle ajtó az. Látja, hogy pince ajtó. Fogja magát, és lemegy a pincébe. Hát a pincében annyi kád volt, hogy azt se tudja, hova nézzen. Egyik tele volt aranyjal, a másik tele volt ezüsttel, a harmadik tele volt gyémántal, a többi kád mind tele volt pénzzel. Az aranyjal telt kád tetején volt egy aranyeke. Előtte négy aranyökörs, egy aranyember fogta az ekét megfogta a fiú az aranyákét a négy ökörrel, és az emberrel vitte ki a pincéből. Volt egy csipkebokor, elvitte oda, betette alája, betakarta. Akkor elment vissza, a kalapját megrakta az ezüstpénzből. Elvitte a bokor alá, azt is betakarta. Mikor háromszor visszament, addig ácsorgott, addig csodálkozott ide és tova, hogy az ajtó bezárult. Betevődött, így mondják régiesen. Ott állt, azt se tudta, mit tegyen. Amikor megéhezett, Előjött egy nagy ember, adott a kezébe egy gombolyag követ, azt megnyalta, és elverte az éjségét. Mikor megszomjazott, megint eléje állott a nagy ember, adott neki egy más gombolyag követ, megnyalta, és elverte a szomjúságát. Így élt hét esztendeig. A hetedik esztendőben már a gúnya is leszakadt róla. Akkor megnyílt az ajtó, ő kapta magát, s egyszerűen kijött onnan. Neki állott, és megjegyezte, hogy merről nyílik az ajtó. Aztán ment a bokorhoz, megnézte az aranyekét, az aranyembert, vajon még ott van-e? Hát, ott volt az aranyeke is, az aranyember is, az ökrök is. Elmegy a másik bokorba, megnézi a kalapját, ott van-e a pénz? Hát, az is ott van. Kapta magács, elment, fát hántott, s a fahéjból csinált egy nagy kupát. Aztán szedett egy csomó keserű laput, abba beletekerte a derekát, és a fehéjjel oda kötötte magához. Azzal az aranyekét az ökörrel és az emberrel beletette a kupába, hogy ne lássák a pénzt meg melléje. Az apja már el is feledkezett róla. Azt gondolta, hogy meghalt valahol. Hát egyszer csak hazállít a fiú, megy az aranyökörrel, aranyekével, aranyemberrel, s a pénzzel. Az apja nagyot nézett. Éj, fiam, mondja a fiának, hát te hova lettél úgy el? Már azt gondoltam, meg is haltál. Édesapám, én így meg így jártam, mondja a fiú. A kecskék legeltek az oldalban, ledőltem hanyat. El is szenderedtem már, mikor megnyílt előttem egy ajtó, és bementem rajta. Hát egy pincébe kerültem. Sokkád volt ott, mint tele pénzzel, egyik tele volt az Isten, másik aranyjal a harmadik gyémántal. Ez az aranyeke aranyember négy aranyökör egy aranyos kádnak tetején volt, abban a helyben kihoztam onnan betettem egy csipkebokor alá, betekártam, akkor visszamentem, teleraktam a kalapom a mezüst pénzzel, azt kihoztam, betettem egy másik bokor alá. Mikor háromszor visszamentem, akkor az ajtó becsattant, betevődött, és én ott maradtam bent. Hát, édes fiam, te mivel éltél idáig? Mikor megéheztem, egy nagy ember előállott, adott nekem egy pici gombolyak követ, megnyalintottam, és elverte az éjségem. Mikor megszomjaztam, akkor megint előállott, Idádott egy kicsi gombolya követ, megnyalintottam, és elvertem a szomjúságom. Így voltam egészen hét esztendeig a pincében. Hát hol aludtál? A kopasz földön, mondja a fiú. Megjegyeztem a helyet, ahol be lehet menni a pincébe. Menjünk el oda, ássuk is, menjünk be. El is mentek az apjával oda. Kezdtek ásni, meglelték az ajtót. A fiú kivette a zsebéből a kulcsot, kinyitotta az ajtót. Benézett a pincébe, Meglátta az apjá sokkádat a pénzzel, azt mondja a fiának. Na fiam, ezzel mi semmire se tudunk menni, hanem hívjuk a keresztapádat. Mert hogy volt egy nagy gazda komája. Azt mondja neki az ember. Na komám, szekérrel, ökörrel jöjjön, mert kaptunk pénzt. El is mentek, megnyitják az ajtót. Azt mondja a nagy gazda. Legelsőben az aranyos kádat húzassuk ki az ökrökkel. Rákötötték a láncot az aranyos kádra, a négy ökröt elé fogták. Kezdenek húzatni, mikor azt mondja a nagy gazda. Na komám, ebből nekem több kell, mert az én ökröm húzza ki. Alig, hogy kimondta, a lánc lepattant, a kádak úgy eldörömbültek, úgy elmentek a föld alá, hogy semmit se láttak. Látja komám, mondja a kecskepásztor. Ha nem kezdett volna alkudozni, most meg volna a pénz. De a nagy gazda nem nyugodott meg, neki látott, fogadott magának embereket. Éjjel elmentek a pincéhez, kezdték ásni a helyet. Addig ástak, addig ástak, míg az egész hegy meglaposodott. Mégse találtak rá a kádakra. Neki látott a szegény ember, elment a fiával. Ásni kezdtek, s egy kádat találtak, tele aranypénzzel. Hogy meglátták a kádat, előjön a nagy ember, és azt mondja a fiúnak. No, te hét esztendeig itt voltál, apáddal ketter lakodjatok, meg aztán menjetek. A nagy ember, aki mindig adott neki követ, enni meg inni a fiú meg az apja, ketten a két zsákba annyi pénzt raktak, amennyit a maguk erejéből el tudtak vinni az aranyból. Azzal elkezdtek gazdálkodni. Vettek maguknak márhát, ökröt, tehenet, mindent. Irigyelte -e őket a nagy gazda? Azt mondja a feleségének. Te feleség, milyen szegény volt ez a mikománk, most meg mindjárt megelőz minket a gazdagságban. Még egyet próbálok, fogadok embereket, elmegyünk ásni, hát ha kapnánk valamit. Megint fogad embereket, elmennek a pincéhez, megint ásni kezdtek. Addig ástak, hogy megtalálták az ezüstpénzt. pénzt. Azt mondják a napszámosok neki. Már most megfoghatjuk a kádat, de nekünk kell több belőle, mert mi dolgoztunk, nem maga. Mikor ezt kimondták, a nagy gazda kapzsin megölelte a kádat, de a kád úgy elment a föld alá, hogy a nagygazdának az egyik karját is elvitte. Így maradt ott a nagy gazda a nagy semmivel. A kecskepásztor fia meg egy szegény lány, csaptak nagy lakodálmat, még most is élnek, ha meg nem haltak. Bizonyám, nem érdemes kapzsinak és fösfénynek lenni, mert pórú járunk előbb vagy utóbb. Remélem tetszett a mai mese is, holnap is lesz, és nézzétek vissza, ha esetleg valamelyikről lemaradtatok volna. Nagyon örülök, hogy itt voltatok, sziasztok és szép álmokat mindenkinek!